jobbra húzni mindenkit. Melyik a jobb? Már van egy meccsem az öreg embernek, ezzel a nővel. Nem tudom, hogy neked ez belefér-e. Írtam neki, szia, mit értesz az alatt? Szex kapcsolatot. Én öreg vagyok, de sok pénzem van, hogy velem akar lenni, mert úgyis meghalok hamarosan. Szép estét, sajnos nem lehet róla szó, mert ocsortány kancsal vagyok. Biztosan viccelsz, nem a pénz miatt vagyok itt, hanem szerelmet keresek. Úgyhogy letiltottam. Üljél le! Sziasztok! Ne haragudj! Megüttél engemet, te! Engemet megütni a rendes embert! Várja, állj! A bútor imma állj! Leveszem a szemüveget, hogy szemtű szembe nézzünk. Sziasztok, én Bence vagyok! Vagy olasz nevemen Bence vagyok! És ebben a videóban velem tart... Hernádi Gabriella, hello, szia! Így van, színes afro hajával, és nem más fogunk csinálni, mint meglovaglunk egy újabb trend vonatot. Mit magyarázok, kérdezett téged, minyak? Mégpedig biztosan láttátok, ha nem... a szemüvegbe. Mostanában nagyon nagy trend lett a... mondjad. Face up. Milyen pippant? Nagyon komoly vagy. A face up. Igen. Befejezed? Te telefonod, együtt vettük. Tehát nem más fogunk csinálni, mint ezzel a face appal bohóckodni, de nem csak olyan simán, mint amit már megcsináltak itt, hogy csak így ki kell, ahogy így megcsinálunk vele másokat, hanem saját magunkat fogjuk idősé alakítani, és úgy fogunk párt keresni, tinderezni, és még mielőtt elkezdjük, meg szeretnének kérni, hogy tapos telibe a lájkot. Valakinek kékre vált, valakinek hangot ad ki, valakinek nem, valakinek a dislike vált, a dislike az nem, mert az nincsen, a dislike vált kékre, úgyhogy próbáld, te melyik kategóriába tartozol, és írjál oda annyi... Lájkolj instán! Ez hülye. Írjál oda annyi emojit, amilyet szeretnél, és aki a legtöbbet írja, a következő videóba bepromózom, te pedig most mondjad, hogy az előzőhöz kiírta a legtöbbet, mert olyat vágok rád, hogy elgörbülsz. Zárjad be a Tindert! Nagyon jó testvérek lehetnénk, more! Aki az előző videóhoz a legtöbb kommentet írta, az Ladányi Levi. Úgyhogy, ja, mi van? Mit szagolgatsz? Nekem alapból van Tinderem, ezért nem tudom már az életkort átállítani, hogy több legyen, úgyhogy azt fogom írni a bióba majd szerintem, hogy unokám csinálta és én igazából 60 éves vagyok. A képeimet kell kicserélni. Hát, aminkön a legöregebbnek nézel ki. Babás lesz az első. Azon nem is nézek ki öregnek öcsöt. Ezen? Én borzasztóan nézek ki rajta. Apa, videózunk neki, a báj! Most pedig meg fogjuk írni a biót, mert ez nagyon fontos. Nagyon nagy bajban vagyunk. Én valami olyasmit szeretnék, hogy nem 21 vagyok, csak az... Nem 21 éves vagyok, az öregek nem használnak ilyen szókapcsolatosan vagyok. 50 vagyok, de fiatalos. Beosztás, cégvezető. Dick. Mondjam egy céget. Walt Disney. Valószínűleg nagyon el fogják hinni. Testvérem, segítsél! Mi van? Mit írjál? Hát, ja. Korom 50. Fújja az orrát a pálba. Korom 50. Karom 40. Jó, te is fejezd be! Mindenki fejezze be! De a lelkem... Jött. Szeretek kötni, kössük össze az életünket, ezt írjad. Nulla darab meccsünk lesz, és most mondom neked. Egy üzenetet nem fogunk kapni. Jaj, Kenny, de komolyan nézek ki ezen alatt. Jó, ne rakjál emojit, mert öreg vagy. Bocsánat. Beosztás, eladó. És a beállításokba igen. Átállítom a max távolságot 160 km-re, mindenkit, férfit, nőt is mutasson. Helye! És a korcsoportot 100-ig felviszem. Kész. Te is átállítottad ezeket? Most állítom. És a személyiségi jogok sértésének elkerülése miatt sem nevet, sem képet nem fogunk mutatni. Ezt mondom neked te! Nekem most van itt 80 meccsem, mert alapból használom a Tinder. Nekem 16! Úgyhogy könnyebb... Dick. És akkor most elkezdünk teli erőből jobbra húzni mindenkit. Melyik a jobb? Már van egy meccsem az öreg embernek ezzel a nővel! Nekem is! Még egy. De itt hogy? Hogy tartsd kell visszamenni? Tartsd meg, most kioffoltad a palit, mert nem jóra nyomtál. Miért idősítsd ma most, ha felment a cukrom is, meg a vérnyomásom is, most mi a bajod? Jobbra, ma húzok mindenkit jobbra. Oké, tartsd meg. Még egy meccs. Oké, egy. Még egy, hála Istennek. Jó, mi ezt most itt hozogatjuk, és utána majd visszajelentkezünk, amikor vannak már beszélgetéseink.
Tehát azóta nagyon sok emberrel meccseltünk, és írtunk is nekik, és most az fog következni, hogy ezt felolvassuk nektek. Felolvassuk? Hát nem, majd elküldöm mindenkinek kivíven így üzenetbe, Gabi. Ott maradt az ujjad! Nevet meg, profilképet nem mutatunk le, nehogy itt balhétes legyen, nem egyeznek bele, úgyhogy csak a beszélgetést fogjátok látni. Kezdődhet a Gabival. Én írtam neki. Napszemüvegben van az emberzetünk a profilképén, és én így írtam rá, hogy szia, szeretném látni a tengernél is tisztább szemeidet, ha lehet róla szó, mert egy tengernél van a profilképe. Erre ír vissza. Szép estét, sajnos nem lehet róla szó, mert ocsortány kancsal vagyok. Mare, téged el kéne vinni szemészetre. Mi? Hát nem látod ki? Á, így azt mondta, bassz. Reggel felkeltem, tiszta csipa voltam. Elírom, hogy olyan sajnálattal látom. Érted? Látom. De remélem más testrészeid azért a helyén vannak. Erre. A többivel szerencsére kompenzált az úr. Örömmel olvasom. Én is hálás vagyok ezért. Én következem. A következő. Szia. Írtam neki, jó napot kívánok. Szerintem a fészappos vízjel nagyon gyanús a képeken, írta ő. Írom én nem tudom, Zolika unokám készítette rólam ezeket a képeket, milyen vízjelt. Ami a képeken van. Plusz az első két képen látszik a karod és a lábad, ami nem passzol az arcodhoz, de amúgy vicces ötlet. Igazság szerint most mennem kell, mert kezdődik a vidám vasárnap, majd postán üzenek. Azt leofoltam, mert nem volt szimpatikus. Te jössz. Szia, örülök, hogy itt vagy. Következő nagyon komoly. Szimpi vagy, puszi szépség, végre egy eredeti szépség. Majd, ezt neked írta? Majd megmutatom a profilképet, igen. Igazán köszönöm, eme gyönyörű bókját. Igazán nincs mit tündér, hát a te érdemed írni nem igazán tud. Nagyon jól nézel ki, tetszel. Kicsi előre haladottnak gondolom a betézgetéseket, kérem tengernyi tisztelettel, hogy maradjunk az icánál. Kicsit túlléptem a célom, bocsánat, nem akartam ennyire, nem is rámenős, de inkább úgy érzem, gyors tempóban haladtam. Elnézését kérem. Tiltás törlés. Emil, elmondhatom! Következő. Kettő darab emoji van rám írt, írtam neki, hogy kiskezit csókolom, a szemem nem a régi, úgyhogy nem igazán látom, hogy ki vagy. Írja, hogy don't speak Hungarian. Írtam neki utána, hogy a Hulalónak a fia, a Baktonok a lánya, de azt hittem, hogy érted, de nem értettem, mert nem magyar. Akkor mondta, hogy just I live here, tehát hogy ő itt lakik, és erre írtam neki, hogy angolul, én öreg vagyok, de sok pénzem van, hogy velem akar lenni, mert úgyis meghalok hamarosan. Akkor mondta, hogy biztosan viccelsz, nem a pénz miatt vagyok itt, hanem szerelmet keresek. Úgyhogy letiltottam. Mindegyiket fel kell olvasni. Írta, hogy szia Ilonka. Írtam neki a nevét, hogy szia. És milyen, mert azon a biomba írva, hogy 50 a korom, de fiatalos vagyok. Fiatalos a lelkem. És milyen a fiatalos lélek? Főzök, mosok, takarítok egész nap, és magyar rózsát hallgatok közben. Mi az a magyar rózsa? Mondom, nem ismered a nagy híres muzsikatévés előadó művést, kisasszonyt? Úgy néz ki, én nem vagyok elég fiatalos. Lehetséges. Ennyi elég lesz, kisadonat akarod berakni. És most akkor mi lesz? Hát a sors majd eldönti, imádkozok vasárnap a templomban, hogy azért közelebbről is megismerjenek erre. Mennyire közelről? Tiltás törlés. Következő. Marhára érdekelnek az eredeti képek. A képek eredetiek. Ja. Az a baj, most cseréltek az SDK-ba a dioptriát, nekem azért nem igazán látlak. Írja a gyerek, hogy akkor tessék visszamenni, mert valamit elbasztak. És akkor írtam, hogy az a baj, nincsen időpontom, csak jövő év március 15-ére, de akkor elmegyem, nézem az ünnepi műsort. Neves már, mert szerintem vicces volt. Úgy, utállak téged. Mert egyszerűen ez felhaborító, hogy viselkednek. Írta nekem egy csáv, hogy szia kedves, én lazább és nyitottabb kapcsolatot keresek, nem tudom, hogy neked ez belefér-e. Írta neki, hogy szia, mit ért ez az alatt? Szex kapcsolatot. Most jelenleg ez fér bele az életembe. Írom neki, 5 éve nem voltam férfivel, nem tudom manapság ez hogy megy. Írja, felhívhatlak? Ez egy kicsit gyors lenne, úgy érzem, kedves pontban. Egy telefonban még semmi nincs, kedves Ica. Jézus! Most jön a legnagyobb, figyelsz. Írja nekem a gyerek, 5 nevetős fej után. Jó a szöveg. Írom neki, hogy az unokám írta nekem, nem tudom átállítani. És akkor írja azt, hogy jó az 50-es. És akkor írom neki, hogy... Bocsánat, igen. Írom neki, hogy nekem a korom 50-es, nem a karom, és utána átírtam, hogy a károm 50-es, és hogy kijavította. Érted, hogy a... Emil! Következő írtam neki, hogy jó napot kívánok, igazából nem tudom, mit keresek itt, mert a szemem egyre rosszabb. Te a Margitka lánya vagy? És akkor írta, hogy ez az új videód része. Úgyhogy ez nem sikerült, mert ő felismert a képek alapján. Következő írta nekem. Szia, szimpatikus vagy nekem, ismerkedés. Szerbusz. Ha van kedved beszélgetni, akkor Weber. Nem ismerem ezeket a mai alkalmazásokat.
Ez eléggé leofoltad. Következő, írtam neki, ön mit keres itt? Nem tudom, lehet eltévedtem, ön, a feleségemet, de szerintem ez nem az idő. Üdv, gazdag nyugdíjas vagyok, aki friss és friss friss. Hoppá, újra! Tehát, gazdag nyugdíjas vagyok, és friss húsra fáj a fogam, olyanra, amit még Pennyben sem találok meg munka közben. Kérem, írj, ha felkeltettem érdeklődésedet, azóta sem írt. De látta, de nem ír. Neked mi bajod van? Na, nekem a következő rám ír a gyerek egy darab nevetős fejet, és írtam neki, hogy elég tiszteletlen minden üdvözlés nélkül a másikat kinevetni. Viszlát. Érzékelte az offot. Megírtam egy csávónak, aki medencében van a profilképen, mondom, őt milyen jó felépítésűnek tetszik lenni a fiatal úr. De erre nem sem írt vissza. Senki. És az a Penny. Jaj, várj, azt már felolvast, azt sem írtam. Nekem amúgy... Megírtam még egy 18 éves gyereknek, hogy... Vagy 18 vagy 19, hogy benne lennél egy kis őrültségben, de erre sem válaszolt. Te vagy az első meccsem, írjam neki, remélem az utolsó is. Nekem nem is így ír a Tinder. Jó, ennyi, igazából ennyi elég. Na, tehát mi köszönjük szépen, hogy megtekintettétek. Na! Tehát mi köszönjük szépen, hogy megtekintettétek ezt a videónkat is, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, feliratkozom, amiről tudtok, és... Kövess Instán! Talia Kövi Vidi, ez a szöveged, egy mondat. Talia Kövi Vidi, de kövess Instán! Jó, oké. Tedd be az Instán mindenhol, kártyába, felirat. Sziasztok! Ó, lávi, ó, lávi, avia.